Veszélyes energiaitalok, génmódosított élelmiszerek, rákkeltő anyaggal szennyezett adalékok. Csak néhány szalagcím, amelyekkel akár heti szinten találkozhat napjaink vásárlója. Az egyre gyakoribb élelmiszer botrányok miatt nem meglepő, hogy a fogyasztók információ éhsége jelentősen megnőtt. Ezt felismerve döntöttek úgy az Egerfood Regionális Tudásközpont munkatársai, hogy tevékenységüket minél szélesebb körben megismertetik, a fogyasztókat, elsősorban a fiatalokat szakmai tanácsokkal látják el. Látványos ismeretterjesztő bemutatókat, nyílt napokat, konferenciákat szerveznek, kiadványokat, filmeket jelentetnek meg, jelen vannak a népszerű közösségi oldalakon is. Rövid ciklusú képzéseket indítanak, amelyek egy-egy témához kapcsolódnak. A konyhai fogásoktól, gasztronómiai ügyességektől kezdve akár a hungarikum termékekig, vagy egészen eltérő, de mindenképpen valamilyen módon az élelmiszer tudományhoz, vagy a tudatos fogyasztói attitűd kialakításához kapcsolható témakörökben lesznek ezek a rövid ciklusú képzések. Dr. Kis Attila egy konzorciumban megvalósuló sikeres pályázatról számolt be, amelynek legfőbb célja az élelmiszerbiztonság és gasztronómia területén folytatott képzés és kutatás összehangolása. A tervek szerint kialakítanak egy közös védjegyrendszert is. A közös munkában a Debreceni Egyetem vezetésével a Szegedi Tudomány Egyetem, a Nyugat-Magyarországi Egyetem és az EGRI Főiskola vesz részt. Az Egerfood Tudás Központ nyilván a borgasztrómia, borkultúra és az innovációs tanácsadások, illetve az elmélyült sokrétű funkciós élelmiszereknek a kifejlesztésével kapcsolatos kutatásoknak az ódiumát vállalta föl. A közös munka 2015 áprilisáig tart, amelynek során 1,6 milliárd forint uniós támogatást használhatnak fel a hazai felsőoktatási intézmények. A főiskola feladatait 342 millió forintból valósítja meg.